3, 2, 1, Három évvel ezelőtt alakult meg az Extreme Trail Hungary Sportegyesület, amelynek elnöke Vitkai Elemér jó néhány extrém sportverseny győztesének mondhatja magát. Az év elején jött az ötlet, hogy Nyíregyházán a Városi Stadionban rendezzenek egy versenyt, és több hetes előkészület után 3 nap alatt felépítették a 30 akadályt magába foglaló pályát. Szombaton különböző korosztályokban álltak rajthoz a versenyzők, akik között voltak profik és abszolút amatőrök is. A főszervező szerint az akadályok leküzdéséhez több sportolói erényre is szükségük van az indulóknak. Egy igazi futó itt nem fog érvényesülni, ha csak futni tud. Egy bodybuilder itt nem fog érvényesülni, ha csak azt a súlyokat fogja tudni emelgetni. Itt ez egy ötvözet. Nagyon, nagyon jó azoknak, akik például sziklát és ilyen falmászók, mert látni is most a helyezetteken például, hogy azok előnyben vannak, azért mert itt nagyon sok olyan akadály van, amit csüngeni kell, függeszkedni kell, de azért mellette futni is kell. Tehát ennek az ötvözete tulajdonképpen. A sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a veszélyhelyzet feloldását követően egyre több versenyt tudnak megrendezni az országban. A pandémia idején mindannyian tapasztalhattuk, hogy az egyetlen egy eszköz, amivel meg tudjuk óvni az egészségünket és meg tudjuk tartani, az nem más, mint a sport. És ezzel az eseménnyel is szeretnék a szervezők felhívni a figyelmet arra, hogy jöjjenek sportolni. Itt végigjártam az akadályokat, és nagyon érdekes, hogyha valaki nem tudja teljesíteni az adott akadály feladatot, akkor van egy olyan büntetés, amit szinte mindenki megtudja. Úgyhogy itt a részvét is nagyon-nagyon számít, és hogyha teljesít valaki valamit, akkor el tudja mondani, hogy bizony egy ilyen nagyszabású, extrém sport eseményen részt tudott venni, és el tudta végezni azokat a feladatokat, amik meg voltak adva. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon, legyenek létesítményeink, és hogyha vannak sportolóink, vannak létesítményeink, mint ez a stadion is, ugye itt átépítésre fog hamarosan sor kerülni, már nézzük a helyeket, hogy mi lesz azt követően, de most mindent kihasználnak a szervezők arra, hogy egy fantasztikus eseményt tudjanak megrendezni. A versenyen valamennyi célba érő induló érmet kapott, jelezve, hogy mindenki győztes, aki végig tudott menni a pályán. Ez a pálya azért közepestől jóval erősebb volt, az akadályok nehezek voltak, és bár nincsen itt hegycsúcs, amit meg kell másznunk, de a lelátón való lefelszaladgálás az nagyon kivette a lábunkból az erőt. A következő nyíregyházi extrém sportversenyre csak október elejéig kell várniuk a sporták szerelmesének, akkor Sóston feszegethetik majd határaikat a versenyzők.